1991-ben alakult a cég családi vállalkozásban. A debreceni lakossági önerős csatornaépítések vonatkozásában kezdtük az első munkálatokat, majd Kelet-Magyarország területén Komárdi, Ózd, Szolnok, Gyomaendrőd, több területen dolgoztunk. Útépítések mellett csapadékvízelvezetésben, valamint a csatornázási, gázépítési alépítmény munkák kivitelezésében. Ezt követően indult el Debrecenben egy csatornázási program, ami a Debreceni Vízmű RT, korábban KFT kezdeményezésére indult, melyre hazahívtak bennünket, és nyertünk is pár utcánál kivitelezési munkákat, és olyan csatornákat sikerült megvalósítani, amely referenciák voltak a további munkákra. Jelenleg is meghívnak bennünket a városban induló bármilyen víz- és csatornaépítési munkára, korábbi jó minőségű munkánkat a jövőben is feltételezve. Ugyanezt az elismerést a debreceni önkormányzat is megadja irányunkban, és több városi kezdeményezési beruházásnál részt veszünk, akár úgy, mint fővállalkozó, akár mint alvállalkozó. A tevékenységi körünk nem nagyon változott a kezdetekhez képest. Egyetlen tevékenységet vettünk fel, az öntözőrendszerek kiépítése és ezekhez kapcsolódó alkatrészek nagykereskedelme vonatkozásában, fővállalkozásban kisebb munkák kivitelezésével, tervezésével és öntözőrendszer kivitelezésével foglalkozunk. Tavaly évben egy nagyon komoly öntözőrendszeri munkánk volt a debreceni Olá Gábor utcai sportcentrum, a Tloki pálya, center füves pályának, sarokos pályának és műfüves pályának öntözőrendszerét készítettük el. Nagyon rövid határidőre, jó minőségben, 10 nap múlva a felszedett gyepfüvön és visszaállított füvön már NB1-es labdarúgó mérkőzést játszottak. Azóta is jó minőségben üzemel az öntözőrendszer. Leszűkült ez a tevékenységi kör, mert a korábban kollégákkal történt megállapodás alapján cégünket nem akartuk túl nagyra fejleszteni. Egyrészt a bizonytalan gazdasági helyzet miatt is azt mondtuk, hogy kis cégnek könnyebb munkát keríteni, mint egy nagy cégnek, és eléggé bizonytalannak láttuk mindig a jövőt, ami végül is nem így alakult. Minden évet úgy zártuk, hogy rosszabb év ne legyen, de nem mertünk nagyot lépni, ezért maradtunk kis cég, és ennek a kis cégnek Debrecen és egész közeli vonzáskörzete, 20-30 kilométeres vonzáskörzetében végzünk munkát. Kifejezett direkt marketing munkát nem végeztünk. A munkánk minősége és egyik cég javaslatára másik céggel kötött szerződések alapján végezzük munkánkat. Én szeretném, ha 5 év múlva sem lenne rosszabb helyzete a vállalkozásnak, mint jelenleg és az elmúlt években volt. Én tovább fejleszteni ezt a vállalkozást nem kívánom, de kollégáimmal is, akik a családtagjai is, azt mondtuk, hogy ezen a szinten, ha meg tudunk maradni, és nem bukunk bele, akkor nekünk ez már egy pozitív projekt. A rugalmasság, a gyorsaság és a minőségi munkavégzés, ezt korábban is és a jövőben is elkötelezettként kívánjuk tartani is, és azt hiszem, hogy egy bizonyos műszaki szinthez egy bizonyos ár tartozik. Egy bizonyos ár alá nem kívánunk és nem vagyunk hajlandóak lemenni, mert ott már műszaki tartalom sincs. Mi vállaljuk a szavatossági és garanciális feltételeket is, amit törvények írnak elő. Mi 18. éve megmaradtunk és vállaljuk minden következményét a munkánknak. Nem sok garancia és a szavatossági hibát róttak fel számunkra eddig, és kellett nekünk ezért pénzt kiadni, hogy ezért helytálljunk.